Kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Fejzét elhoztam, ami fejre kell. Igen, lehet, hogy föl is rakhattám a fejre. És akkor látod, hogy jó a kép. Mi? Uh-huh. Tessék! Ja, ja. A hangja megvan. Na. Most bekapcsoltam, hát nem tudom, megnézheted, hogy megy-e. Jó kavicsos. Hát jó lenne minden nap túrázni, nem? Vagány lenne. Meleged van neked is, mi? Aha. Én már azon gyalog, hogy leveszek két pulóvert magamról. Hát én is most úgy vagyok. Hát kikavicsozták ezt az utat, kikövezték itt az elejét, de hát nem biztos, hogy ez így kényelmes ezen menni. Beletezem a te táskádba, jó? Az enyémbe? Hát az enyémbe már nincs hely. Ha régebben ezt mi még a derekunkra kötöttük. Marci! Hát ez hogy? Derek a derek. Nem tudom, hogy leállt. Ciki. Jó lesz. Nem annyira.
nem. Technika. Lehet elő kéne venni a hangrögzítőt is azért csak. Alright. Thank you. You're welcome. Igen. De ez van most fárasztó. Na hát. Melegen van. Túlöltöztem. Na, sziasztok emberek! Megmásszuk Snowdont! Hát nem tudom. Ezt hogy berakom az elejére. Ja. Ki tud venni a táskámból azt a izét? Azt a hangrögzítőt? Ja. Kék színű zacsiba van benne. A szörmuk. A pamutost? Aha. Bózost. Ja. Itt van. Köszi. Ezt a GoPro-ra rá lehet tenni? Nem lehet rárakni. Akkor? Hát úgy gondoltam, hogy ide kötöm magamra. Nem minek. Valahová. Kérlek szépen. Az a baj, hogy esik az eső. Na, mennyi időt térünk fő, Marci? Hogy? Mennyi időt térünk fő, mit tippelsz? 10 órakor indít. 10-kor? Ha. Jó van. De hány méterről indítunk? Ott lövésem nincs. Nem értelem.
Na gyerekek, ez fárasztó menet lesz. Há. Egy szemüveget kell volna hozni az esőtől is. Aha. Jó. All right. Oh, yeah. All right. Yo, I think the left. Ah.
Azért fáradok, Marci. Már ide raktad a kabátodat be a hátizsákomba. Na egész három. Kiló. 300 gram. Igen. Hó, hogy megy, hattunk már 10 percet. Az legalább 3 óra föl az út. Igen. Hát fasz lenne, ha nem lenne köd. Mit nem mondjak? Azért haladunk. Ja. Puhányok vagyunk, hallod? Zsebre dugott kézzel jön. Az se a szendvicsgyárba dolgozik, mint te, mi? Nem. Nem ott lustul. Salátákat pakolgatja. Na jó van.
akkor leveszem a másik pulóveremet is. Fogom? Ez minden nap. Én fogod. Hát nézed már, nem is lihegnek. Hiya. Hi. Yeah, it's too warm. Azt mondja nekem, hogy too warm. Oké. Jó, csak úgy nevetem. Kellett volna gondolkodni. És még azt hitte, hogy az a másik kis vékony kabát az kevés lesz, otthon is hagytam. Aztán ezt egy dög kabátot. Szusszantunk egyet. Legalább nem azért álltunk, mert fáradtak vagyunk, hanem azért, mert csak melegünk van. Mit szólsz hozzá? Egy kevésbé ciki. Apám! Lehet, hogy föl kéne venni 20 kiló követ. De biztos, hogy nem erre jött, hogy én nem fogunk. Várjál! Hát az a helyzet, hogy nem tudom. De egy ösvényt kéne látni, egy kis keskeny. Gugolj le, nehogy ne dobjon a szél. Az ott ösvénynek néz ki, nem? Ösvénynek néz ki nekem.
felé könnyebb volt jönni. Nézd meg, mint hogyha ki lenne taposva az egész út. Tehát, hogyha megnézed, ha megnézed az egész ilyen. Azt mondod? Föl, igaz? Fogalmam sincs, fogalmam sincs. Ez nagyon gáz. Nem tudom. Figyelj, hány órát jöttünk ide? Még egy másfél óra lenne vissza följutni a tetőre. Az még egy óra lenne, vagy másfél. Az nagyon meredek. Hát arra másik irányba körülbelül, nézd meg. A másik út az arra vitt, tehát valahol itt a hegygerincen, valahogy úgy van a térképen, arra felé kéne mennünk most. Ha ezen lemegyünk, az nagyon nagy gáz. Ezen nem mennék le semmi pénzért. Nézd meg. Ezen tuti nem jöttünk föl. Az veszélyes. Az veszélyes, az lefelé, azon nem mennék le semmi pénzért. Azt tudom, hogy azon nem mennék le.